Egyetemet a kiállításunk tálatvezetés szélünk. Már említettem előbb, hogy hatalmas örömmel szolgál, hogy ilyen sok érdeklődő és ilyen sok látogató van. Eredetileg nem számítottam el, és megmondom, hogy miért. Mert itt hallottam, hogy érdekel, hogy valaki mondta, hogy kellett volna erre számítani. Azért nem számítottam erre, mert az emberek a levéltárakon, általában a levéltárakon nagyon keveset tudnak. A médiában, a közbeszéd szintjén a levéltárakról alig esik szó, hogyha igazán belegondolunk. A könyvtárakról azért sokkal többet tud az ember, a könyve mindenkinek van otthon, könyves polca. Talán sokan az itt megjelentek között régi könyveket is tartanak otthon. Tehát az valahogy ember közelébb a könyv, mint a történelmi irat. A kiállítás lényege, hogy pontosan erre hívjanak egy kicsit fel a figyelmet, és ehhez kapcsolódik a Erdély Magyar Levéltáros Egyesületének indított kampánya is, a Fogad örökbe a múltat nevezetű kampány, aminek az a célja, hogy Kolozsvár város régi okleveleinek olyan tárolás körülményeket biztosítson, ami valamilyen szinten garantálja azt, hogy évtizedeken, akár évszázadokon át is azok az értékes iratok megjelennek. A Kolozsvár város levéltárában található oklevél gyűjteményről van szó a kampányban, viszont a Kolozsvár város levéltára, tehát a történelmi iratok gyűjteménye, az közel 600 folyométernyi irat. Azt úgy képzeljék el, hogy a folyométer, hogy az inkpapír élére állítva egymás mellé 600 méter teszi. És ez mind a Kolozsvár történetére vonatkozó iratok. A kampányunkban is van egy ilyen felhívás, hogy fogadj örökbe egy oklevelet, és örökbe fogadhatod a múltat. Mert a levéltári iratok mindegyikében túlzás nélkül ott van a történelem. Valamilyen szinten. És ennek a kiállításnak az egyik célja az volt, hogy egyrészt az oklevél gyűjteményt is valamilyen szinten bemutassuk, nagyon kicsi a tér, tehát nem tudtuk mind az 500 oklevelet kiállítani, viszont a teljes levéltári anyagból olyan érdekességeket megmutatni, amit mondjuk az ember nem tud. Vagy olyan, amit az ember nem gondolna. Olyan dolgok, amelyeken végig lehet követni a polgár, a város fejlődését, egészen korai időszakból 19-20. századig. Amikor összevágottam az anyagot, akkor az itt kiállítottnak háromszorosan jött össze. Ez annyi érdekes anyag volt, amit úgy gondoltam, hogy ezt meg kell mutatni. És hihetetlen fájó szívvel válogattam ki azokat, amik most itt vannak, és a válogatás szempontjából ez nem teljes, de arra gondoltam, hogy olyan apró részleteket kell mutatni, amik nem közismertek. Mátyás Szobor felállítását mindenki tudja. De egy toronyórának a felállítását, és hogy mekkora dolog volt ez a város számára, arra talán nem is tudta, hogy ez itt megjelenik, közül talán is senki. Én sem tudtam addig, amit nem találtam meg az iratokat. Tehát a kronológikus sorrend sem meghatározó, tehát inkább nem kronológikusan nézik, hanem inkább a témákat próbálják felfedezni, inkább a városfejlődés, a polgárnak a mentalitása, a polgár az egyének a fejlődés, a kiállított másolatokat. Most a legelején vannak olyan oklevelek, amiket azért állítottunk ki, mert amikor elhoztuk a múzeumi tárlókat, kiderült, hogy olyan kicsik, hogy az okleveleket, amiket tisztán meg szerettük volna mutatni, azok közül csak 5-öt tudunk megmutatni, és akkor úgy döntöttük, hogy akkor legalább másolatban azokat, amiket örökbe lehet fogadni jelképesen, azokat megmutatni. És talán kezdeni két kuriózummal. Az egyik egy közjegyzői oklevél. Közjegyzőmél azt hiszem, hogy megjárt. Nem hiszem, hogy van itt valaki, aki gyerekeken kívül, aki nem járt közjegyzőmél. Ez egy 15. századi közjegyzői oklevél. És ugye a közjegyző, és miért megyünk el a közjegyzőhöz? Mert egy olyan pecsétet nyom rá az iratra, ami hiteles. Ugyanez volt a 15. században is. A közjegyzőnek a
teljes jelen nem a pecsétje volt, hanem a maga választotta jel. Az úgynevezett notárius jel, ez mindenki tudta, hogy ez a jel egy notáriushoz tartozik, és az ő által kiállított oklevél ezzel a rajzzal ellátva az egy hiteles okmánynak számított. Nem véletlenül kerülnek fel, ez egy kicsit furcsa, az ember megnézi ilyen furcsa rajzok, ez kellett van a szimbolikában, ugyanis a középkori közjegyző klerikusok voltak, papok voltak. Kolozsvár közelében a legközelebbi úgymond hiteles hely, olyan egyházi intézmény, amelyik hivatalos okmányokat járíthatott, az Kolozsvár-kolostor és a Kolozsmonostor és a Bencés konvent Szűz Máriának volt felszentelve, Szűz Mária egyik jele a rózsa. És nem véletlen, hogy felfedezzük a rózsát, tehát elképzelhető, hogy ennek a közjegyzőnek a Kolozsmonostori konventhez valamit nem tudom. A következő oklevél az egy részlet egy címeradmány. Balási János címerét látjuk, a Balási család rendkívül híres polgári család volt a kora újfelé Kolozsváron, és ez azért érdekes, mert a városi anyagokban általában ritka a címeres levél. A címeres leveleket általában a családi levéltárakban találjuk. Családok gyűjtötték, családok őrizték, a családok hagyományozták egyik generációra a másikra az útleveleket. De ezt azért jelenik meg, hogy Kolozsvár a város levéltár olyan gazdag, hogy akár még színes levelet is találhatunk. Ugye azt mondtam, hogy a polgár figyeljék, hogyan lesz a polgár a korunkorban, hogyan lesz a polgár a 19. században, hogyan fejlődik a polgári is. Itt látható irat, az a... Lehetek is csendek, és csendek nem hatszok, hogy semmi nem hallani. Tehát az itt látható irat, az Kolozsvár 16. századi polgárkönyvéből látható három irat. Hát azok a polgárok, akik Kolozsváron polgárjogot szereztek, tehát rendelkeztek ingatlannal, sikerült úgymond örökséggel, tehát kolozsváriak örökségnek nevezték az ingatlan, illetve családja volt, azt bejegyezték a polgárkönyvbe, és attól a pillanattól kezdve kolozsvári polgár volt. Az nem azt jelenti, hogy aki Kolozsváron lakott, az polgár volt. Voltak olyan emberek, akik nem volt tulajdonjuk, és azok nem számítottak a kolozsvári polgárok közé a polgárkönyvbe. Amire felhívott, van egy notárius, egy városi jelző aláírás, Kiós Gergely. Ezt azért mutatom meg, mert később majd eljutunk ide egy eredeti kiállított tárgyhoz, irathoz, ami éppen Kiós Gergelynek a munkája. De amikor odaért, akkor majd többet mesélek róla. A következő, mint említettem, olyan okleveleket állítottunk, eredetiben szerettük volna megmutatni, viszont nem volt hely rá. Ezért másolatban gyorsan kitettük őket. A legelső az első Lajos királyunk kiváltságleve, amiben tulajdonképpen megerősíti Károlynak azon levelét, amiben átírta az 1316-os oklevelet. Az 1316-os oklevel, amit elvesztünk, de eredetiben nincs meg, viszont ebben átiratban megvan. Az 1316-os oklevél emeli tulajdonképpen Kolozsvárt városi rangra. Ez még nem a szabad királyi városi rang, de ez a városi rang, ez az első lépés. A szabad királyi városi rangra emelést majd megkezdjük eredetiben. A következő pedig olyan személyiségeknek az oklevel, akik különösen kötöttek Kolozsvárhoz. Például János király vagy Izabella, aki Izabella hónapokon keresztül Kolozsváron lakott. János király, ez egy igen jelentős oklevele János királynak. Szebenből Kolozsvárra helyezi át a 1527-ben a
pénzváltókamarát és a pénzverdit. Ez jelentős bevételi forrást jelentett a városnak és elsősorban az ötvös mesterségnek. Kolozsvár 16. századában és a 17. is az ötvösök a polgári elitnek szinte a legerősebb tagjai voltak. Tanácsban mindig jelen voltak, több ötvössel találkozott. Tehát igazán meghatározó cég volt Kolozsváron. És ugyanezt az oknevet, igenis elfelejtettem mondani, hogy ebben írja János Zsigmond, hogy ez azért adományozza a Kolozsvárnak, azért helyezi át a pénzverdét, mert Kolozsvár különös hűséget, a kolozsvári polgárok különös hűséget tanúsítottak iránta és családja iránt. És köszönetképpen helyezi át a pénzbeváltó, az aranybeváltó kamarát Kolozsvárnak. Ezt az oklevelet Izabella később megerősít. A következő az már a város fejlődéshez közvetlenül kapcsolódik. Mátyás királynak az oklevelét látjuk, másolatát látjuk, amelyben a tanácsválasztás Kolozsváron a úgynevezett paritásos rendszerben működött a tanács, tehát fele arányban voltak szászok és fele arányban voltak magyarok. Viszont ez a választások során ez sokszor ilyen súrlódásokhoz vezetett, ugyanis nem tudták eldönteni, hogy éppen most kit választanak, és ezért úgy döntött Mátyás, hogy Budaváros eljárását, a budai jogkönyvnek az artikusait engedélyezi, alkalmazni Kolozsvár esetében. Ebben az oklevélben van ez a kiváltság, és aztán Budaváros, tehát itt írja, hogy Gregorius Ádám Dictus Judex Iuratus Cives Castri Novi Montis Pestiensis. Tehát ugye Pest hegye az Buda. És a budai polgárok el is küldik a jogkönyvnek a másolatát, és néhány artikust ebben a kiváltságlevélben, ami alapján működött évszázadokon át a városi vezetés. A tanácsválasztás az egy külön rituálé volt a korai korban, de egészen a 19. századig. Hogyha szeretik Thomas Mann-t és olvasták a Buddenbrook házat, abban van egy jelenet, amikor Thomas Buddenbrook leteszi a tanácsosi esküt. És ezt Thomas Mann is megörökítette a regényben, tehát ez akkora esemény volt a 19. század Lübeckben is, hogy valaki bekerül a tanácsba és esküt tesz, hogy ezt még Thomas Mann is megörökítette. És az eskü szöveg ott van a regényben. Ezt érdemes megnézni, és érdemes, hogyha újraolvassák, ilyen szemmel figyelni, a családnak is az izgalmát, hogy bekerülnek a városi elitbe, de magát a rituálét is, ahogy ezt választják. Kolozsváron is a 16. századból maradt meg az első esküszövegünk, amikor latinból magyarra lefordították. De ugyanez az esküszöveg szinte változatlanul megmaradt a 19. századig. És ennek a bizonyítéka, hogy itt van ez a 18. századi városi anyagban megtalálható az esküszöveg, és azt tudom mondani, hogy alig változott. Tehát ugyanaz a hagyomány, ugyanaz a rendkívüli esemény megmaradt a 18. században is, ami az eskütételt, a tanácsba való beválasztást jelentette. Említettem, a 15. században ugye a Pest, vagyis Buda városának az eljárását, a budai jogkönyvet követte Kolozsvárt, de az évszázadok során ugye a városnak az igénye is változott, és akkor különböző változásokat eszközöltek a város szervezésében, a város vezetésében. A 16. századból két városi statutumunk maradt fent, egy 1513-as és egy 1537-es. A 37-es azért jelentősebben egyrészt sokkal bővebb, de másrészt pontosan a tanácsválasztás egy csomó érdekes adattal szolgál. Például azzal, hogy a tanácsválasztás vasárnap másodnap, karácsony másodnapján történt a cinteremben. Ugye, hogy meglepő, télvíz idején, hidegben, szélben, havazásban kivonulnak a tanácstagok a cinteremben, és ott választják a tanácsot.
pontos magyarázat erre nincs, vannak más városok, ahol hasonló szokás van, ez mindenképpen én gondolom, hogy ez egy középkori szokása volt Kolozsvárnak, amihez visszatérnek a 16. század. Akkor, amit a kutatók nagyon szeretnek, és a széles közösség is általában érdeklődéssel van iránta, azok a boszorkányperek. A boszorkányperek 16. században ilyen új reneszánsz élnek, ez részben tulajdonítható az új protestáns etikának és a puritanizmusnak, megpróbálják a gonoszt csírájában elfolytani, de nyilván ennek megvan a középkori hagyományok, az Európában a középkorban volt igazán a boszorkányok is. Ami az érdekes, hogy itt van a Szabó Katónak a terének a vége, tehát itt már az ítélet van. A felül van a tanácsnak a határozata, hogy a paráznákat hogyan és miért kell megbüntetni, mert ugye az romlást hoz ránk. De ami sokkal érdekesebb, és ami egy jól működő városra utal, és ami számomra sokkal szinte érdekesebb, mint maga a per az antropológusok számára rendkívül érdekes, történészek számára, de rengetegen foglalkoznak már ezzel. De hogy a város pontos költségvetést vezetett arról, hogy mennyibe került egy paráznának a megkötözése, kiűzése a városból, és esetleg megkínzása, ez egy jól működő város. És akkor ugrunk egy nagyot a koraújborból az újborba, és a városnak, a városoknak még a 18. században is, koraújborban és a középkorban is egyik nagy veszedelme volt, voltak a járványok, a pestis járványok főként. A 1730-as pestis járvány volt az utolsó Kolozsvár. Hogyha a Maros negyedben járnak, a Szentpéteri templom mögött van egy Mária oszlop. Egy csodaszép Mária oszlop, ami pontosan az 1730-as pestis végén állított hálaképpen, hogyha most elbizonyítottam, hogy nem kérek, akkor az Bort is család. Most ez nagyon szomorú, hogy az kikerült a tömbházak közé, egy olyan helyre, ahol csak romlik, de reménykedünk abban, hogy ki tudja, talán egyszer visszakerül az egyetemtérre, és ismét lesz az egyetemtérre egy szép tér, és nem egy parkoló. Ez 1730-ban a Városi Tanács úgy döntött, hogy létrehoz egy három bizottságot, hogy kidolgozzák, hogy milyen ellenintézkedéseket kell hozni azért, hogy a test is ne terjedjen tovább. És ez a bizottság összeült, és kidolgozott egy több oldalas, nincs is az összes kitéve. A Vizaknai György volt a bizottságban, az orvos, de benne volt a városi jegyző. Ezt azért hangsúlyozom, már mondtam, hogy a városi jegyző, a városi jegyzőnek különös státusza volt a városi vezetésben. Tehát egyrészt azért, mert írástudó volt, tehát kellett mindig egy ember, aki tudta írni mindent, el tudta olvasni a iratokat, de megvolt az ember, ami jelentős emberé tette a városi határidőt. Aztán egy másik, Kolozsvár másik érdekességre szeretném felhívni a figyelmet, ami ugyanúgy pusztul, észre se vesz. Rengeteg van Kolozsvár. Az egyik ilyen az Erzsébet hív. Az Erzsébet hívnak az egyik terve, ez eredetileg nem így készült el. A 10 elemek végül nem kerültek fel, mint látszik egy korabeli fotón, és nem kerültek fel. Tehát ez az állapot, hogy kéne, ha is látható legyen, de nagyon rossz állapotban van. De hogy abban az időben egy hídnak a megépítés a Szamoson, egy rendkívül, vagy összefogást igényelt, és egy rendkívül nagy dolog volt. És egy teljes dokumentációja van a városi levéltárban a hídépítésnek. Itt van a cég, az építető cégnek a költségvetése, egy helyrajzi felmérés készült. Ez egy nagyon szép irat, ilyen legyezőszerűen nyílik szét. És így nézett ki valahol. Ott a háttérben látható Sziszi mellszobra, ami ott fönt is látható. És amit állítólag hamarosan visszaállítanak a kormány.
És amit már említettem, az óratorony. Miért volt ekkora dolog egy óratornyot állítani Kolozsváron? Az történt, hogy a 19. század második felében elkezdték bontani Kolozsvár falait és a tornyokat. És 1943-ban úgy döntenek, hogy a régi reneszánsz tanácsházat, amit tűzvész megrongált, lebontják, és egy újat építenek fel, ami ma is áll. Kágerbauer tervei alapján készült. És Kágerbauer Antal felveti, hogy spóroljanak a költségeken, bontsák le a Monostor utcai tornyot, tehát az Kibelóban, ahol a rendben után lehetett valahol, tehát a Monostor utcai toronynak a kőanyagát az építsük be a tanácsházba. Tehát az kőanyag az ott van, ma is áll a tanácsházban. És ez volt az alaprajza a Monostor utcai toronynak, amit lebontottak. Bontás előtt dokumentálták azért, hogy mi nézett az ki. És akkor a polgárok, tehát ezt lebontották, beépítették a tanácsába, de a polgárok rájöttek arra, hogy hát igen, de a bontással eltűnt az óra is, ami a Monostor tornyon volt. És akkor ők már nem tudták, hogy hol hány óra. Monostor utcai lakosok már nem tudták igazán, hogy hány óra. És ezért folyamodtak a tanácshoz, hogy valamilyen módon állítsanak fel valahol egy órát. Sőt, gyűjtés is indult, tehát a városi polgárok itt lehet nézni, itt lehet megtekinteni a neveket. Tehát a gyűjtést szerveztek azért, hogy a Monostor utcának is legyen órája. És meg is terveztették, ott egy óratoronynak a terve, meg itt van, és a redut tetejére, a redut tetején van egy kicsit orrocska. A redut tetejére terveztették az óratornyot. És ami nagyon érdekes, Kolozsvár egy protestáns város volt. Koraújkorban egy erős unitárius város, aztán erős református város, és úgy néz ki, hogy a 19. század azért finom ellentéket az emberek között, a felekezetek között megmaradt. Ugyanis Kasztília át van húzva a keresztény. Az egyik városi tisztviselő úgy gondolta, hogy ez így nem lesz jó, és rájött, hogy vitorla lesz a kereszt helyett. Aztán azt is áthúzta egy másik városi tisztviselő, és azt írta, hogy a kereszt, az bizony nem bán. Igen, és ugyanaz, amit mondtam, mindenről elszámolás, kimutatás, előrevetítés készült. És az óraépítést is végig dokumentálták. A levelezést az óramester, az egy külön kis része az összes az aktának, hogy hogyan leveleztek az órakészítővel, és az órakészítő miket javasolt, és ezek itt láthatók az árjegyzéket. A másik, ami a 19. században a polgárra jellemző, szereti jól eltölteni a szabad idejét. És ezért döntöttek úgy szintén polgári kezdeményezés, egy nőegylet kezdeményezésére, hogy a kolozsvári polgárság számára egy sétateret kell kialakítani. Én megmondom őszintén, hogy nagyon sokáig és soha nem gondolkodtam azon, és nagyon sokszor átsétáltam a sétatéren, hogy ez egy tudatos polgári kezdeményezésnek az eredménye, hogy az a sétatér úgy néz ki, ahogy. És különböző beadványokat, Bécsbe is írta, hogy a kolozsvári polgárok kezdeményezését támogassák, és el is készültek a különböző rajzok, hogy hogyan a bejáratot, illetve hogy hogyan mivel ültessék be, hogyan legyenek a kis ösvények a sétatérek. És egy nagyon érdekes kép, hogy hát nyilván ez egy beállított kép, de hogy ugye akkor a testedzésnek is divatja volt, és a vívásnak, a céllövészetnek, a szabadban a sportolásnak a... Másik dolog, ami Kolozsvár igazán bekapcsolta a nagyvárosok hálózatában az a vasút volt. A vasút a magyar keleti vasútnak a térképét láthatjuk itt, illetve a Wiener Abendbotban van egy kis, hát azt nagyon nehezen olvashatod, amúgy nem is annyira érdekes, inkább maga a tény, hogy a Wiener Abendbot is írt a magyar keleti vasútról, ami Kolozsváron keresztül haladt. És először a Nagyvárad-Brassó vonalon kezdtek el dolgozni, Nagyvárad-Kolozsvár között,
És ami érdekesebben, hogy itt van Mikó Imrének, Mikó Imréről mindenki hallott, Mikó Imrének a nyilatkozata, aki lemond, a földjét ugye kisajátították a vasút részre, és lemond a kártítésről. Ez is mutatja, hogy van egyfajta tudatosság abban, hogy a várost, a polgárságot fejleszteni, támogatni kell. Itt szintén a gróf Mikó Imrének és gróf Oldalagi Ferencnek az aláírását látjuk, akik egy körlevelet írnak arról, hogy megkezdődtek a munkálatok a Nagyváradi lassú útvonalon. És a fotóról pedig annyit, hogy ez egy 1895-ös vonatszerencsétlenségnek a fotója. Onnan tudjuk, hogy 1895-ös, Kelemen Lajos a hátára feljegyezte, hogy ez közvetlenül az MK közgyűlés előtt lévő történt. Úgyhogy ezt onnan tudjuk, ő datálta, hogy 95-ös. De hogy nem csak a vonat volt jelentős abban a korban, hanem megindul a városi közlekedés. A városi közlekedés először egy városi vasúttal indult, ez is vasút volt, rendesen vasúti nyomtávú sínekkel és gőz mozdony hajtotta, ott fent itt is van, és ott fent is látható. És ezzel viszont az volt a gond, nagyon nehezen állt meg. És éppen ezért rengeteg baleset volt, és néhány évvel a beindítás után ezt le is állították, aztán majd később villamos beindítását szorgalmazták, és a GANC ügyben tervezte meg Kolozsvár első villamosát. Ezt azért válogattam, mert megmondom őszintén, Kolozsvárra, amit a leginkább nem szeretek, az a villamos. Hát a villamos, mikor meglátom, akkor az az érzés, amit ez ilyen borzalmas dolog egy várossal nem történhet, mint a mi villamosai. De akkor ez így valahogy a szemet gyönyörködteti, hogy a GANC művek egészen kivételes tervei alapján készült a kolozsvári első villamos. Tehát itt a kocsiknak, ez közel kell jönni, mert lehet a sötét háttér miatt nem látszik, de a kocsiknak a tervrajza, a teljes mechanika, akik a technika szerelmeseinek raktam ki, és a megállóknak a terve. Tehát külön hangsúlyt fektettek a, és a költségvetés természetesen maradhatott. És a szinte utolsó előkér, amire ez egy polgár. 18. századi polgárnak a karrierje. Kezdi az unitárius kollégiumban. Végig Mihályról van szó, de nem jelentős. Kolozsvári unitárius kollégiumban végzi a tanulmányait, majd jogi diplomát szerez, majd a királyi táblánál gyakornok, leteszi az ügyvédi esküt, majd a kor jelentős személyiségének az ügyeit rendezi. Itt éppen Bethlen Jánosnak Milánóból írt levele látható, amiben arra kéri Végig Mihályt, hogy küldje el neki az útlevelét, mert Milánóban reked. Hát, hogy lentről azért